A 2020-as volt az első teljes éve a Patronus Szociális Szövetkezet igazgatósági elnökeként Varga Zsanettnek. A szövetkezet heti rendszerességgel három helyszínen szervezett termelői piacokat. Nagyon sok új jelentkező volt a piacra, akiknek ugye engedélyt is sikerült adni az árusításra. Nagyon sok új vásárlónk is lett. Ugye egyre többen elkezdtek érdeklődni a helyi termékek iránt, az egészséges helyi termékek iránt, és nálunk ez ugye megtalálható volt. Szóval én úgy érzem, hogy így a vírus miatt, vagy most az miatt, mert egy picit tényleg az embereknek fontosabb lett az, hogy egészségesen éljenek, jó évet zárhatunk. Nehéz volt nagyon, de egy jó évet. 2020-ban két-három napos piacot is tartottak, egyet húsvét előtt, egyet pedig az adventben. A Pécsi Életmód Egyesület szervezésében a Belvárosi Bevásárlóközpont agórája novemberben három napra termelői piac térré változott, melyen a szövetkezet társ szervezőként vett részt. Most itt ugye a rendezvény, a piac az úgy kicsit összemosódik, mert termelői piac volt a bevásárlóközpontban, tehát ugyanazokkal a feltételekkel jöhettek oda az őstermelők, itt az őstermelők, ugye, mert kézművesek nem voltak, csak őstermelők, mint egy termelői piacra. Szóval az is egy nagyon érdekes volt, hogy hogyan tudjuk megszólítani ott a bevásárlóközpont forgatagában esetlegesen a vásárlókat, és kiben mekkora igény merül föl arra, hogy akkor ő legközelebb is keresse ezeket a termékeket. Minden páros hét péntekén a Kossuth téren, a Páratlanokon az Uránbányász téren, szombatonként pedig a Buza téren várták a vásárlókat 2020-ban, ahol egészséges ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket és alapvető élelmiszereket lehetett őstermelőktől vásárolni.